Egy szágyú fával indultak útnak a székesfehérvári diáktanács tagjai. Árusról árusra haladtak a belvárosban, egyre értékesebb tárgyra szerették volna elcserélni. Szinte senki nem mondott nekik nemet. Ez egy nemes cél, tehát itt mindig egyre nagyobb ajándékok jönnek, és valami célt szolgál, hogy egy pici értéktelen dologból az emberi jószívűség végett egy sokkal nagyobb ajándék, egy nemesebb dolog származik. A fiatalok abban reménykedtek, az ünnepek közelettével adakozóbbak az emberek, és ha meghallják, hogy gyerekeknek gyűjtenek, szívesen hozzájárulnak a láncreakcióhoz. Nagyon kevés embernek szívügye ez, hogy segítsen az ilyen gyerekeknek, és itt nem csak diákokról van szó, hanem már a felnőtteknél is egyre kevesebb, aki erre szánnál magát, pedig szerintem nagyon fontos dolog, mert nagyon sajnálom azokat a diákokat, akik ilyenkor nem tudnak fa alá, vagy nem tudnak a szüleikhez oda menni, megölelni, és mi szeretnénk ezt a kis hiányt pótolni, hogy mi azért gondolunk rájuk. Székesfehérvár ifjúsági tanácsnoka örömmel támogatta a diáktanács kezdeményezését, melynek kettős célja volt. Az egyik, hogy segíthessenek, a másik pedig, hogy népszerűsíthessék a szervezetet. Én nagyon örülök, hiszen kettős célja van ennek a mai akciójának a székesfehérvári diáktanácsnak. Egyrészt, hogy egy kicsit jobban megismertessék a Székesfehérváron élőkkel a diáktanács létezését, munkáját, hiszen én azt gondolom, hogy fontos az is, hogy a diákok minél jobban megismerjék ezt a lehetőséget, de fontos, hogy az itt élők is tisztában legyenek azzal, hogy működik és van egy ilyen diáktanács. Másrészt pedig, hogy jótékonysági része is van ennek az akciónak. Alig 20 perc alatt szinte megtelt a doboz, melybe az ajándékokat gyűjtötték. Volt, aki hógömbbel, volt, aki babával járult hozzá ahhoz, hogy a segítőkéz alapítványon keresztül boldogabbá tegyék a kicsik karácsonyát. A diáktanács egyébként december 22-ig várja a felajánlásokat.